Hello, szia, Pörzsat Móni vagyok az üzletiasszisztens.hu-tól, és ma arról fogunk beszélni, hogy mi volt előbb, vagy mi van előbb, a tyúk vagy a tojás. Ugye lehet, hogy látsz olyan üzletembereket, olyan vállalkozásokat körülötted, akiknek nagyon-nagyon jól megy a bizniszük. Azt látod, hogy folyamatosan növekszik a megrendelőiknek a száma, és persze gondolhatod magadban ilyenkor azt, hogy persze ő neki könnyű, mert megengedheti magának, hogy hirdetésekre költön. Ha meg még ezt nem engedheted meg magadnak. De én meg azt mondom, hogy ez pont fordítva, ő azért tud annyi új megrendelést, annyi ügyfelet szerezni, mert költ hirdetésekre. Tehát ő megteszi azt, hogy a pénzének egy részét visszaforgatja, ő megteszi azt, hogy fizet azért, hogy legyenek hirdetései, mert hogyha vannak hirdetései, akkor jönnek az új ügyfelek, és akkor jönnek a megrendelések. Olyan ez, tudod, mint a repülőgépnek a szárnya, hogyha benne vagy a 26 hetes programomban, ugye a stratégia orientált vállalkozók 26 hetes programjában, ez egy ingyenes program egyébként még mindig elérhető, akkor tudod, hogy ezt a példát szoktam hozni, hogy ugye a marketing az a vállalkozásodnak olyan, mint a repülőgépnek a szárnya. Tehát a repülőgép az motor nélkül is nagyon jól el tud repülni. Hogyha belegondolsz, ott vannak ugye a vitorlázók, azoknak nincs motor a testben. Tehát, hogy a marketinged adja a te vállalkozásodnak a szárnyát, hogy akkor is repüljön, akkor is szárnyaljon, hogyha nem működik tökéletesen a motor. És ezt lehet, hogy igazságtalannak is fogod érezni, de ez tényleg így van. Tehát lehet, hogy a te szolgáltatásod, lehet, hogy a te terméked az ezerszer jobb, mint a konkurensé, aki nagyobb nálad, több ügyfelet tud kiszolgálni, nagyobb a klientúrája, mint a tiéd, de neki jobb a marketingje, mint a tiéd. És igen, a jó marketing az üti a jó minőséget. És igen, érezheted ezt igazságtalanságnak, de ez tényleg így működik. Tehát, hogyha neked van egy jó terméked, van egy kiváló szolgáltatásod, azt igenis akkor meg kell mutatni a világnak, mert különben a világ nem fog tudni róla, és ekkor lép be a képbe a marketing. Vagy a kezdő vállalkozó vagy, és a kezdő vállalkozóknak szóló könyveket olvasol, vagy hogyha bárkit megkérdezel a haladó vállalkozók közül, hogy mi az első, amire kezdetben koncentrálj, kezdetben fókuszálj, akkor mindenhol azt írják, és mindenki azt tanácsolja neked, hogy marketing. Tehát igen, fókuszálj a marketingre, fókuszálj arra, hogy értékesítesz, fókuszálj arra, hogy ügyfeleket szerez magadnak, mert csak így fogod tudni a vállalkozásodat fellendíteni. Ha meg haladó vállalkozó vagy, és netalán megrekedt a fejlődésben, megrekedt a növekedésben a vállalkozásod, akkor megint mi az első, amit meg szoktak vizsgálni? A marketingedet, az értékesítésedet, milyen csatornákon érkeznek hozzád az ügyfelek, és a többi. Tehát a marketing az egy nagyon-nagyon fontos momentuma a vállalkozásodnak. És pont ma volt most nemrég egy meetingem, egy érdeklődővel, aki így hozzánk fordult segítségért. És ugye ő is eljutott már arra a szintre, hogy igen, már egy ideje megvan az ő vállalkozása, és már rengeteg kontentet gyártott, már nagyon sokat írt, mert van e-mail listája is, meg van lead magnet, tehát már minden van neki, csak még nincsenek kialakítva a marketing rendszerei, és ezen szeretne változtatni, mert azt érzi, hogy oké, ő még gyárthat rengeteg blogbejegyzést, meg mondhatja magából a Facebook posztokat, de azzal már nem fog tudni egy következő szintre lépni. Hogyha te is ezt érzed, hogy elérted azt a szintet, amikor már azt érzed, hogy hiába tolod izomból, hogy minél több blogbejegyzésed legyen, még több hírlevelet küldjél ki, még aktívabb legyél a közösségi médiában, és egyszerűen nem jönnek az eredmények, akkor egész egyszerűen változtatni kell. Marketing folyamatokat, marketing rendszereket kell kiépíteni. Vagy hogyha egész egyszerűen csak unalmasnak találod ezt az egészet, akkor kiváló megoldás erre a marketing kampány, ami tulajdonképpen egy eseményt csinálsz a vállalkozásodnak, egy eseményt hozol létre az ügyfeleidnek, az érdeklődőidnek, akik várják már, hogy kigyere azzal a fantasztikus valamivel. Szóval
Nem szabad elhanyagolni a marketinget, és nekem ennek a videónak most az a célom, hogy ezt átüssem nálad, és megértessem veled, hogy egy nagyon fontos momentum, egy nagyon fontos területe a vállalkozásodnak a marketing, és ezt nem hanyagolhatod el, különben megreked a vállalkozásodnak a növekedése, és mint tudjuk, ugye, hogyha ami megreked, az a természetben is haldoklik. És most nemrég olvastam például egy Russell Brunsonnál is, hogy ugye amikor volt a 2008-as világválság, akkor nagyon sok cég azt csinálta, hogy visszavett a marketing költségekből. És egy Russell Brunson szerint nem, hogy visszavenni kellett volna a költségekből, inkább megháromszorozni kellett volna a marketing költségeket, ahhoz, hogy a cégek is túléljenek, és hát ugye rengeteg cég csődbe is jutott, nem csak ugye a magánembereket érintett ez a válság. Szóval megértem azt, hogy mondjuk egy olyan helyzetben vagy, hogy oké, érted, hogy kell neked a marketing, és érted, hogy kell és szükségszerű a marketing kampány, és ne találtál már, ki is alakult benned a vágy, hogy szeretnéd, már ötleted is van rá, hogy mivel gyere ki a piacra, vagy mi az, amiért már, amit már nem szívesen csinálnál ingyen, és pénzt szeretnél kérni, érted? Már lehet, hogy megvannak ezek a gondolatok a fejedben, csak anyagilag nem engedheted meg magadnak, hogy kiszervez. Mert ugye, hogyha egy marketing kampánynak az összeállítását, kivitelezését kiszervezed, az akár több százezer forintra is rúghat. Tehát egy ilyen 2-300 ezer forinttal simán számolhat. És lehet, hogy most a szívedhez kaptál, és hidd el, átérzem, hogy ha azt mondod, hogy neked erre most nem telik. De ugye a mai beszélgetésből is az jött ki, hogy érzi azt az illető, hogy megrekedt, és hogy most költenie kéne már marketingre, meg hirdetésekre, de most még nem engedheti meg magának, hogy költ. De hogyha meg nem költ, akkor ugyanott marad, ahol most van. Tehát, hogyha más eredményeket akar kapni, akkor más dolgokat kell csinálnia, akkor változtatnia kell. És igen, valahol ez egy kicsit ilyen rókafogta csuka, és megértem, hogy itt spinningel neked is az agyat, hogy hogyan találd meg ebből a kiútat, de van rá kiút. Tehát hogy most március 2-án direkt fogunk tartani egy oktatást, egy egész napos online képzést a marketing kampányról, hogyan kell összerakni, hogyan kell kivitelezni, hogyan kell végigcsinálni, hogyan kell az egészet megkomponálni, és ezután, hogyha végigcsinálod velünk ezt a tréninget, megkapod hozzá a segédanyagokat, utána te saját magadnak meg fogod tudni csinálni a saját kampányaidat is. Tehát azért írtam már többször is, meg mondtam már, hogy igazából ez az oktatás, ez egy befektetés a részedről. Tehát ez töredéke annak az összegnek, amit mondjuk kiszervezésre költenél akár egy marketing ügynökségnek, vagy bármilyen más kivitelezésre. Tehát így álljál hozzá, és ezt kell meglátnod, hogy egyrészt a marketing az elengedhetetlen a vállalkozásodban, ahhoz, hogy fel tud pörgetni a bevételedet, akár izgalmasabbá tud tenni a marketingedet, hogy újabb ügyfeleket és minőségi ügyfeleket szerez magadnak, akkor igen, akkor marketing kampányt kell csinálnod. Megértem azt, hogy nem tudod, hogy hogyan kell, nem baj, megtanítjuk neked. Azt is megértem, hogy nincsen arra pénzed, hogy kivitelezőkkel vedd körül magadat, semmi gond, erre is megoldást nyújt ez az oktatás. Szóval velünk csak nyerhetsz, találkozunk március 2-án, a videó alá be fogom linkelni az oktatásnak a jelentkezési lapját, nézd meg a részleteket, és jelentkezz, már most fogynak a helyek, és vannak olyan visszajelzéseink, hogy valaki már alig várja, hogy végre csinálhassa, és lássa, hogy elejétől a végéig hogyan kell levezényelni egy ilyen kampányt. És közben azért nézek le felé, mert több gondolatot is felírtam magamnak, hogy ezeket a videóban elmondjam neked, mert tényleg azt szeretném veled megértetni, hogy vannak bizonyos területek a vállalkozásodban, amit nem halogathatsz. És ilyen a marketing, amit nem tologathatsz magad előtt. Egyszerűen
az a vállalkozásodnak a vesztét fogja okozni. Oké, szóval belinkelem akkor a jelentkezési lapot ide a videó alá, és további szép napot neked. Szia! Köszönöm, hogy itt voltál!